Sziasztok, Paholics Erzsi vagyok. Sziasztok, én pedig Janka Gyuri. Erzsivel mindketten öreg diákok vagyunk, és itt is vagyunk most a Miskolci Jezsuita Gimnázium drámatermében. Miskolci Jezsuita Gimnázium, sokaknak csak Jezsu, és idén egy különleges vállalkozásba kezdett a rendtartomány és az iskola kórusa. Ebben az évben ünnepeljük Szent Ignác megtérésének az 500. évfordulóját. Szent Ignác volt az, aki megalapította a jezsuita rendet, és ez a különleges vállalkozás nem más, mint egy musical megszületése. És most arra hívunk benneteket, hogy lessetek be velünk a kulisszák mögé. Ebben a részben most a musical megszületésének a főbb szereplőivel ismerkedtettek meg, úgyhogy tartsatok is velünk! Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás. Hosszas hagyományunk szellemében rendszeresen musicaleket mutatunk be. Ezek a musicalek az ignáci pedagógiára, az ignáci pedagógia szellemében a jezsuita iskola dráma nyomán jönnek létre. Az idén különleges módon Szent Ignáci életéről egy új musicalt fogunk bemutatni. Új lángot lobbants bennem, mikor kétség járna át, új álmot lássál bennem. Megkértek, hogy nézze meg a lehetőségeket, hogy van erre mód, milyen formában tudnánk ezt elképzelni, hogy írassunk egy musicalt. És örömmel mondtam igent, hogy ugorjunk fejest ebbe, hogy hátha születhet egy olyan musical, aki valóban arról a szentről szól, aki minket alapított, akiről sokszor mesélünk, akiről sokszor beszélünk, de mennyire más lehet őt majd akkor a színpadon látni. Szűk ez a párkány, nem fog a csákány, másik ösvény kell, de oszlik bennem a homály. Lépek úgy is, ha fáj, isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás. Az Ignác musical-lel kapcsolatban több mint egy évvel ezelőtt csörrent meg a telefonom, a Kajtor Domonkos hívott fel. A referenciamunkánk a nagy sikerű Én József Attila darabunk volt, ami most már közel 100 000 nézőnél tart, és tulajdonképpen szerintem ennek kapcsán hívott fel a Domonkos, hogy szeretne velünk erről a projektről beszélgetni. Az az izgalmas karakter, akit valamiféle hihetetlen szenvedély, tulajdonképpen megrögzöttség hajt, mint például Operaház fantomja, vagy akár Jézus Krisztus, a Jézus Krisztus szupersztárból. Tehát valamiféle olyan ember feletti drive van bennük, ami lenyűgözi a közönséget. Úgyhogy tulajdonképpen ez is, meg az is, hogy tudtam, hogy ő neki a szerelem, ez egy fontos volt lovakként, és aztán később ugye ez más, hogy éltem meg ezt a szerelmet, azt gondoltam, szinte minden adott, ami egy nagy musical létrehozására alkalmas. Köszönjük, hogy velünk voltatok! A következő részben a stúdióba jelentkezünk majd, ahol Vizi Mártonnal és Tóth Dávid Ágostonnal a musical szerzőpárosával találkozhattok. Legközelebb is tartsatok velünk! Kövessetek minket Facebookon, Instagramon, és iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. És nyomjátok meg a csengőgombot is, hogy értesüljetek a legújabb tartalmakról.